annyi minden boldogság van most a szívemben, de most nem fogom mindent felsorolni, csak egyet mondok, iszonyatosan örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. És akkor tovább ezt nem sorolom. Akik elolvasták ezt a kis beharangozót, azok sejtik, hogy valami könnyed fél óra következik. Tehát semmi komoly matematika, hanem valóban valami olyan apró cseppő dolgok, amivel egy kicsit izgalmasabbá, vagy érdekesebbé tehetjük a óráinkat, és akkor ezért választottam ezt a fűszerezést, és leginkább úgy gondolom, hogy azért itt a fűszereket idézőjelbe kellene tenni, és mivel most nem középiskolás, tehát nem kiskorúaknak beszélek, ezért szerintem talán érthető lesz, hogy mire gondolok, amikor a mindennapok fűszerezéséről van szó. Tehát a hozzám közel álló, például fiatal kollégák tudják, hogy az egész napomat bearanyozza az, hogyha így a világot járva valahonnan távolabbról hoznak egy izgalmas sört, na ezt például egy fűszernek, az aztapi fűszernek tekintem, mert hogy tudják rólam, hogy én a sörös szintéket gyűjtöm. De tényleg a többit azt csak nagy duzzongba elfogyasztani a magam. És persze itt az Irci apátságnak a mondata is teljesen világos, hogy a barátok boldogságot, a legjobb barátok pedig sört hoznak az életünkön. De azért ehhez hozzátenném, hogy persze akik engem ismernek, és most itt megint nem fogok mindent részletesen elmondani, azért azok tudják, hogy akik a világot járva, az is megdobogtatja a szívemet, hogyha valaki egy másik ilyen kedvencemet is ismeri, a játékokat, tehát itt például egy olyan kis legutolsó kis ajándékot mutatok, egy könyvet, ami például Angliából érkezett hozzám. És ez a kis könyvecske például öt nagyon ősi játékot mutat, leírással, és azt is megtudjuk belőle, hogy hány ezer évvel ezelőtti játékokról van szó. Hogyha ezeket így mindet hozzátesszük, és még azt is, hogy az Árpád gimnáziumnak a főbejáratánál jobbról-balról ilyen kis emléktáblák vannak a régi híres tanárainkról, és az egyik táblán ez olvasható, hogy aki gondolkodik, az egyben játszik is. És egyik kedves fiatal kollégámmal ezt ugye minden nap láttuk, és ezen a kis gondolaton mi egyet fordítottunk, és már néhány évvel ezelőtt a Rácz László vándorgyűlésen tartottunk egy ilyen kis összefoglaló szemináriumot, arról, hogy aki játszik, az egyben gondolkodik is. Ugye ez a 2013-as évben volt, és hát azóta is sokat dolgozunk együtt, és hál' Istennek ezeket a gondolatainkat különböző könyvekben is el tudtuk szórni, ilyen kis apró morzsákként. Először egy 8-osoknak írt kis könyvet, akik felvételire készülnek, és utána az is megadatott nekünk, hogy a most éppen folyó új kísérletinek nevezett könyveket együtt írtuk meg, ő egyébként a mentoráltam volt. Most végeztünk ezzel a sorozattal, de nem erről szeretnék beszélni, mert tudom, hogy azért ez van, aki vagy látta belőle, vagy nem, de megvan a vélemény róla. Tehát most ez persze szabad ország, szabad állampolgája, hogy mindenki azt gondolja, amit akar, de én úgy gondolom, hogy aki az elmúlt 20-25 évben már látta a könyveimet, és mondjuk ez a fórum, ez a szakmai fórum már hozzám vágott néhány díjat, akkor azok el tudják képzelni, hogy csak nem most kezdtem el hosszatítani. Na mindegy. Szóval ezekben a könyvekben is ezek a ötletek ott láthatók, ott találhatók, és úgy, hogy ezeket a fűszereket nem kell, nem kötelező felhasználni, csak ajánlásként. És ugye teljesen világos, hogy ha én csinálok egy paprikás krumplit, akkor egyáltalán nem biztos, hogy egy lépcsőházzal arrébb is pont ugyanúgy fogják fűszerezni, tehát ez egyéni dolog, hogy ki hogyan teszi ezt meg. És valószínűleg most már érezzük, hogy a fűszerek alatt én most a játékokat fogom érteni középiskolás, illetve általános iskolás szinten.
És most ez nagyon kapóra jött, hogy pár nappal ezelőtt a Magyarok Házában, a Mi Magyarok kiállításon ezt a gondolatot megtaláltam, mert ezt tényleg az elmúlt években is így éreztük, hogy ez mindegy, hogy milyen két emberről van szó. Mindegy, hogy barátok, testvérek, rokonok, tanár és diák, ez a játék, ez tényleg az emberek szívét egy kicsit közelebb hozza egymáshoz. Az a könyv, amit az elején mutattam, az a British Museum néhány játékát mutatja, ezt most én nem fogom ismertetni, csak egy-két képet választottam annak illusztrálására, hogy Krisztus előtt 1-2-3 ezer évvel ezelőttről milyen leletek találhatók, és hogy ezek bizony már akkoriban is egészen komoly játékok bukkantak elő, és ezeket az emberek nem csak most, a harmadik évezetben, hanem előttünk néhány ezer évvel is használták, és szórakoztak vele, vagy gondolkodtak vele. Hát ugye ezt mindenki el tudja dönteni, hogy ő neki egy játék mit jelent. Elsőként egy olyat mutatnék, egy olyan játékot, amit lehet, hogy többen is ismernek. A leginkább a közismertebb egyszámjátékhoz hasonlít, de nem az. Tehát az egyszámjátékot azt tudjuk, hogy semmilyen különösebb kellék nem kell hozzá. Itt ennyi emberrel is játszhatnánk, mindenki gondol vagy ír egy számot, és az nyer, aki a legkisebb pozitív egész számra gondol, de hát akkor természetesen mindenki nyerne, mert mindenki az egyet választaná, csak hogy a többen is választják, akkor akik azok kiesnek. És az első, aki egyedül marad. Ezek a játékok, amiket én fűszerként próbálok itt mutatni, ezek mindegyike olyan, hogy több funkciós. Én valamikor még ezt úgy tanultam, hogy mindegy, hogy diák vagy felnőtt ember, 20-25 percnél nem tudunk többet figyelni, és akkor ehhez képest mi meg 45 percen keresztül, és sokszor 45 percen keresztül azt szeretnénk, hogy a gyerekek ránk figyeljenek. Tehát van, amikor ugye az ember látja az arcokról, hogy fáradnak, akkor ha nem is tartozik oda ahhoz az órához, akkor is képes vagyok elővenni valamilyen kis apró fűszer, mert lehet, hogy ki fog esni az órából 5 perc, és megoldhatnék még egy vidám trigonometrikus egyenletet, vagy egy bonyolultabb algebrai átalakítást letűzkodhatnék a torkukon, de azt hiszem, hogy ezzel, hogyha vesztettem 5 percet, akkor lehet, hogy megnyerem a következő 20-at. Ez egy elgondolkodható, hogy most melyik hol mennyit nyerek és mennyit vesztek. Ezt a játékot nagyon szerettem. Tehát ugye nem a 5-ös lottóra kell gondolni, tehát nem 1-től 90-ig, hanem 0-től 99-ig. Lehet egész számokra gondolni, és mindenkinek adok egy kis cédulát, és felírja az általa gondolt számot, amivel ő majd nyerni fog. Összegyűjtjük a cédulákat, és azt fog nyerni, aki a középső számot gondolja. Tehát itt látjuk, hogy a végén egy kicsit tovább tart a kiértékelése, mint az egyszámjátéknak, de nagyon izgalmas dolgok fognak lezajlani, hiszen a gyerekek elég gyorsan észreveszik, hogy azért ez nem egy szerencsejáték, tehát nem sorsolásról van szó, hiszen az egész közösség játszik, és ők fogják befolyásolni azt, hogy ki nyer. De név nélkül csináljuk, csak én tudom, mert én összeszedem a neveket, de nem árulom el, hogy ki hogyan játszik. Nagyon aranyosak ilyenkor, mert általában szokott lenni egy-két játékrontó, aki beír valami hülyeséget. Ilyenkor mindenkinek már vannak tippjei, hogy ki az, de nem mondjuk meg, én persze tudom. És itt a három ha-val kezdődő mondat azért nagyon izgalmas, hiszen mindannyian látjuk, hogy ha valaki ezt nem csak frissítésnek szánja, akkor elég jól el lehet helyezni például egy statisztika órán, ahol a átlag, módusz és medián tanuljuk, akkor ez egy tökéletes, egy játékos formája annak, hogy itt nyerővé válik a három közül az egyik. Tehát a tanulók száma páratlan, akkor az a tanuló nyer, aki a középső, ha a tanulók száma páros, akkor a két középső számot így tanulók fog nyerni. És természetesen előfordulhat, hogy megvan a két nyerő szám, de ez még nem azt jelenti, hogy megvan a két nyerő tanuló, mert hogy lehet, hogy többen is fognak nyerni. Egy nagyon gyors vár, azt hiszem, hogy ez most fölösleges, egy példa, de mondjuk azért már egész késő délután van. De például, hogyha ez a 25 cédulán van, így a más után 25-en játszották,
akkor például ez egy jó munkaszervezés, hogy a táblára fölírom ezt a első osztopot, hogy 0-tól 9, 10, 19, 20, 29, stb. Ezeket az intervallumokat, kihívok egy segítőt, egy csinos fiatalember például, és akkor ő írja a számokat, én egymás után mondom, ahogyan ott elhangzik, egy, kettő, és a megfelelő intervallumba beírja, és én már be is tilosítottam, most ilyen pillanatban ez nem egy valós játék, ez egy előre gyártott játék, hogy a 25-ről akkor a, ugye, ha előről számolom, akkor a 13-dik fog nyerni. Egyébként, ha hátról számolom, akkor is. Tehát, hogy ez a, és akkor ez a 35-ös. És akkor látjuk, hogy a 35-ös a nyerőszám, de ilyen most két ember van. És hogy azért akkor legyen egy példa, ha véletlenül 26-an játszották volna, és a 26-dik játékos a 21-est írja, akkor látjuk, hogy előről a 13-dik, és hátról is a 13-dik a nyerő. Tehát két nyerőszám van, a 21 és a 35, de akkor most 3-an nyer meg. Nem akarok segít, mert úgysem lehet befolyásolni, de nagyon-nagyon sok csoportban játszottuk már. És érdekesek, hogy háromszor-négyszer azért le kell játszani. Az mutat valamit. Hogy az első után ki hogy kezd el stratégiát váltani. Hogy kitart a saját számom mellett, vagy a többieket látva változtat valamennyit. És nagyon sok helyen az a tapasztalat, hogy zsugorodik. Tehát, hogy úgy egyre jobban a sorok középen elkezdenek hosszabbak lenni, és ott egy ilyen erős holtversennyel, vagy valaki onnan nagyon a közepéről, és nem beszélek azokról a játékrontokról, hogy egy valaki mondjuk beírja a nullát. Tehát, hogy azért csoportonként szokott lenni, de ő látszik, hogy ő direkt csinálja. Tehát, hogy nem azért, mert azt komolyan gondolja, hanem azért, mert csak. A másik észrevétel, mondjuk ez az első játéknál szokott kiderülni, amikor először próbáljuk ki, és nem tudom, hogy ez most még kis minta és csak azért, vagy pedig, hogyha sokszor, még többször játszanak, akkor is bejönne, hogy a gyerekek a számokat úgy nagyjából az inkább az első felére, vagy mondjuk egy kicsit kitolhatom mondjuk a 60-65-ig, teszik le az első játéknál is, és nem teljesen szépen szóródik szép 0-tól 99-ig, de hát ezek mind már nem matematika, hanem inkább pszichológia szerintem, hogy hogyan játsszák, milyen stratégiával. A következő játékot is nagyon szeretem, de ez, ha valaki ott volt, akkor ez azon a bizonyos vándorlőzésen a Gedeon Veronikával ezt akkor elemeztük egy kicsit. Ehhez sem kell különösebben nagy előkészület, nálunk az Árpád gimnáziumban minden műanyag palackot zsugorítunk, kupakokat és így tovább. Én a műanyag kupakokat nagyon szeretem, hiszen azok így a harmadik évezetben lehetnek a modern kavicsok, és a kavicsokkal meg mindent lehet, akár figurális számokat és egyéb dolgokat. Ehhez a játékhoz mi két kupakot használunk, itt a sötétebb és a barna, az a nem tudom milyen színű, de egy sötétebb, meg egy világosabb árnyalatunk kell. És ezt a táblát egy ilyen 15 példával lefénymásoltam, nem is kell, hogy színes legyen, csak a kettesével játsszák a gyerekek. Azért Rabló és Csendőr a játék neve, mert ott fönt az a sötétebb korong, ő a rabló, és a másik a csendőr. Mindig innen indulunk, mindig ez az alapállás. És egyszerűen arról szól a történet, mintha ezt egy ilyen lakótelepnek tekinteném, és csak a zöld sávokon lehet lépegetni, felváltva a kereszteződéstől kereszteződésig lép egy ember. Nem tudom, hogy ez mennyire közismert ez a játék, de ahogy mondtam, én nagyon szeretem ezt a gyerekekkel mindenféle korosztálynál kipróbálni. És olyan igazi életből problémának tekintjük, hogy ugye ki kezdje a játékot. Tehát itt nem azon kell gondolkodni, hogy kinek van nyerő stratégiája, hanem annak, hogy ha valaki elkövette a bűnt, akkor az valószínűleg menekülni kezd. Tehát a rabló fog kezdeni, aki fönt van, lép valamerre, és a csendő ugyanígy felváltva megutálna. És azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy játsszátok egy darabig, és utána mondjatok róla érzéseket. Tehát, hogy mi az érzésed. És egy idő után a gyerekek kimondják, hogy ez nem jó játék. Mert hogy a rabló mindig megmenekül. És itt most akkor próbáljuk megnézni, hogy a rabló megy egyet, én próbálok utána, mert most én vagyok a csendő, a rabló itt egy
kicsit bizonytalan, itt egy kicsit szemtelen, de látjuk, hogy most viszont nagyon, nagyon közel kerültem hozzá, de innentől kezdve ilyen kis csiki-csuki játék lesz, és a végtelenségig mehet a dolog. Tehát én ezt így hagyom, hogy akkor a gyerekek azt mondják, hogy ez már bocsánat a kifejezésért, de milyen játék, hát akkor ezt nem lehet megtenni. És akkor ilyenkor jön be az, hogy jó, akkor valaki játszon velem, és akkor én leszek a csendő. És ez a játék valahogy így néz ki, tehát akkor én most megyek utána, itt is már azzal a magabiztossággal, hogy már egy csomót játszották és nem lehet elkapni, tehát akár még itt egy ilyen szemtelen lépés is belefér, itt ez egy látszat sikernek tűnik. És akkor most egy hirtelen mozdulattal úgy gondolom, hogy én kijövök ide a szélesebb útra, és próbálom követni a raglót. Érezhető, hogy most a raglónak három fölle, vagy ugye az ajtó felé, de a háromból kettő az hülyeség, mert akkor megfogtam, tehát akkor fölmegy a sarokba, de ebben a pillanatban én beállok ide és nincs tovább, tehát a játék szabály az az, hogy ezt a lakótelepet azért nem lehet elhagyni, nem mehet ki a tábláról. Tehát itt a játéknak vége van, tehát teljesen világos, hogy elkaptam, és akkor lehet elemezni, hogy most a tanárnak miért sikerült, nekik meg miért tűntünk, hogy nem. Ha ezt én sokszor lejátszom a gyerekekkel, akkor egy idő után az élesebb megfigyelés képességek azt fogják látni, hogy megkerülöm a háromszög alattú házat. Na most itt ez egy nagyon fontos pillanat, mert egy csoportban lesznek, akik azt mondják, hogy akkor oké, akkor rendben van, megkerüljük a háromszög alattú házat, és akkor oké, akkor ez így működik. És lesznek olyan, akik azt mondják, hogy miért? És ez a nagy pillanat, mert azokra érdemes odafigyelni, aki az is izgat, hogy miért kell megkerülni a háromszög alattú házat, és valószínűleg őt nem fogja boldoggá tenni az a dolog, hogy azért, mert már a nagyapám is csendő volt, és vagonából mindig megkerülünk a háromszög alattú házat. És akkor az egy sikeres üldözés lesz, tehát ezt ők nem fogják elhinni, aki ezt a kérdést fölteszi. És ahogy mondtam már az elején, hogy szeretem ezt a kis játékot azért, mert vannak olyan fogások, amiket megmutatunk, le is írunk tankönyvekben, és össze-vissza mindenféle kiadáson, könyvben megjelennek ezek a fogások, de olyan egyedüliek. Most mondok egy konkrét példát. Kivágom a saktárba két átlós, és akkor le lehetne fedni. És akkor jaj, de jó, megmondjuk, hogy nem mehetne fehér, és akkor ennyi. Na de mit kezdek ezzel a dologgal, amikor mondjuk soha többet nem fogok ilyen feladatot, mert nincs rá idő, vagy ezt egyszer elsütöttem és kész. Ez a játék viszont viszonyatosan aranyos, mert ugyanerről szól. Tehát ezt, hogyha valamikor megmutattuk, akkor egy ugyanezt az ötlet újra visszaköszön, és most nem volt kedvem átszínezni a kereszteződéseket fekete-fehérre, ezért inkább ezeket a sorszámokat használtam, hogy a bal felső sarok az az első sor első eleme, első sor második meccés pontja vagy útkereszteződése, és akkor gyönyörűen látjuk a karikákkal, hogy a 23-ason áll a rabló, a 42-esen a csendőr, tehát nem egyforma paritású számon állunk, és akkor ezek szerint világos, hogy fekete-fehér soha nem fogom elkapni. Egyedüli lehetőségem, hogyha sasszézok, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát hogyha egyszer sikerülne megcsinálnom, hogy feketéről feketére, vagy fehérről fehérre lépek, ezt csak akkor tudom megtenni, hogy a háromszög alattú házat megkerülöm, mert akkor az 54-esről a 45-ösre fogok lépni. Jó, tehát ennyi a trükkje, és talán egy jó tanács, hogyha valaki kipróbálja, hogy érdemes valami limitet szabni, hogy mondjuk 10 lépés, vagy 12 lépés, mert ugye, hogyha véletlenszerűen játsszák a gyerekek is, valaki véletlenül megkerülje a házat. És hogyha a végtelenségig játszik, hogy még nincs kedvük befejezni, akkor véletlenül a másik fél is megkerülhetse a házat. Tehát, hogy egy olyan egészséges, rövid játékot érdemes választani, egy lépés. Még nekem, mint csendőrnek legyen időm, de a rabónak már ne legyen ideje ugyanezt a kanyart megtenni. A következő, ugye Rubik
és a kockái, hát valami eszméletlen mennyiségű rotofruzik játékot sikerült összevásárolnom. Ugye tudjuk, hogy az igaziaknak két jellemzője van, hogy nem olcsó, de legalább drága, de akkor is, tehát ezek a legújabb változatok, hogy mindegyik irányból lyukas, összenőttek többen, tehát fantasztikusak már csak maga az, hogy és még mindig lehet forgatni, és különböző alakúak. Na most nem érint egy egyszerűbben mutatok, hogy ez szerintem ez nem is Rubik játék, ismerjük, ilyen fából van, össze van fűzve, de különböző módon. És hát ezt most azért mutatom, mert ennek két színe van, viszont ismerjük azokat a klasszikus feladatokat, hogy a kockát daraboljuk oldallapokkal, párhuzamos vágásokkal, mondjuk egyforma kis kockákra, hány vágás kell ahhoz, hogy a felszín kétszereződjön, háromszorozódjon, négyszereződjön. Most például egy olyan ábrát látunk, hogyha ezt az összes vágást elképzeljük, akkor a kocka felszíne, hogyha most szétvágtam és szétesik kis kockákra, akkor a sok kis kocka felszíne, az háromszor annyi, mint a most a nagy kockáé. És akkor ez adta nekem az ötletet, hogy ha én most ki akarom színezni az összes kis kockát, minden lapot ki akarok színezni, akkor én használhatnék három színt. Tehát eredetileg bekenem az egész kockát mondjuk fehérre, és akkor ezek után szétfűrészelem, lesz egy csomó festetlen felületem, festetlen négyzetlapocskám, és akkor azokat vajon ki tudom-e úgy színezni pirossal és zölddel, hogy én összerakom utána belőle egy tiszta piros és egy tiszta zöld kockát. Eredetileg meg fehér volt a kocka. Teljesen világos, hogy ez hasonlít arra a gondolatra, hogy megvan rá az esély, csak vajon tényleg össze is tudom-e rakni. Ott tartottunk, amikor ezt elmondtam, tehát ez nem egy igazi játék, hogy most valaki győzni fog, vagy nem fog győzni, de mégis ezt is a fűszerek közé sorolom, mert egy adott pillanatban megállunk, és ezen elmedikálunk, hogy most lehet, nem lehet. Rögtön ott nem szokott megoldódni helyben a csoporton belül, viszont elmennek, gondolkodnak, és amikor ezt életemben először kitaláltam és megkérdeztem a gyerekektől, akkor egy-két napon belül jött egy bizonyítás, hogy nem lehet. És akkor ezek után én meg elővettem egy csomó kis kockát, és felragasztottam az öntapadós kis matricákkal, és látszik, hogy ez házi gyártmány, de most nem csalok. Látszik, hogy házi gyártás. Ennek az alja és a két nem látható oldala is piros. Ez tiszta fehér, ez tiszta zöld, és hát ezt most nem fogom megadni a megoldó kulcsot, de egy izgalmas kaland, hogy egyáltalán megkeressük ezt a fajta lerakást. Sokáig gondolkodtam, hogy ez társasjátékosítható, de nem annyira egyszerű, tehát hogy esetleg legyen lehetőségünk felrakni, és akkor hogy az nyer, aki fehér vagy zöld, ugye varázs, de nem, tehát hogy ez szerintem így izgalmasabb, csak egy ilyen kis óraközi felvetésnek, és utána a legjobbak gondolkodhatnak rajta. Most igaziból kitettem az órát, mert azt hittem, hogy meg tudom jegyezni, de elfelejtettem, hogy mikor kezdtem. Úgyhogy, de a fél óra az nagyon gyorsan el szokott szaladni, úgyhogy a következőket csak fölvillantom, mint lehetőséget. Ez egy nagy csokor a ninjátékok, és hogyha az embernek van egy nagyság színes kupak, azért arra szoktam vigyázni, hogy ezek felirat nélküliek legyenek, tehát nem akarok én különösebben reklámozni semmilyen céget. Maximum egy Szent Koronát el tudok képzelni a tetején, de az sem felirat. Tehát, hogy ezek így működnek, és hogyha valaki nem ismeri, akkor csak annyi, hogy a oszlopónként bármelyikből annyit veszek el, amennyit akarok, két játékos fölváltva játszik, és azt fog veszíteni, aki az utolsót elveszi. Nagyon szeretik a gyerekek. Tehát ez gyors játék, különösebben akár pénzérmével is játszható, kavicssal is, és ha viszont kézzel vannak ezek a műanyagok, akkor az is nagyon jó, mert könnyen megfogható. És ennek iszonyatos sokféle változata van, mert rögtön lehet rajta fordítani, hogy jó, ne az veszítsen, aki az utolsót elveszi, hanem az nyerjen, és ebben a pillanatban egész más stratégia kell hozzá, vagy egy olyan egyszerű kis dolog, hogy hozzáteszek még egyet, mert még szebb. Tehát, hogy 1, 3, 5, 7,
és akkor ugyanez a játék, tehát hogy már amikor egynek megvan a stratégiája, vagy hogy szoktam játszani a hadtársammal, vagy az osztálytársammal, akkor egy pici módosítással már újra lehet gondolkodni. És ezek, megint azt mondom, hogy ezek nem egy óra, nem egy órán kell ezt lenyomni a gyerekeknek a torkán az összes változatot, hanem egy megfelelő alkalom, amikor azt látom, hogy most nagyon fáradtak, vagy úgy néz ki, hogy nem igazán, akkor elővesszük és egy 5-6 perc alatt valamelyik változatra koncentrálnak. És a leginkább ilyenkor az szokott lenni, hogy azt mondom a gyerekeknek, hogy ha valaki igazolást hoz a hadtársától, hogy ő megverte őt háromszor egymás után, akkor az kijöhet velem játszani. És akkor ez egy jó motiváció. És akkor ez 3-4 játék elég gyorsan lemegy. A következő is egy közismert játék, de hogy ez sem kell sok, azért próbáltam itt most a fűszereket egymáshoz rakni, és mindenki kedve szerint alkalmazza vagy nem alkalmazza ezeket. Ahogyan mondtam a kolléganőmmel, hogy tankönyvekben is itt van direkt kiemelve, hogy ha valaki kihagyja, semmi gond nem lesz, de ott van ajánlásként egy ilyen lehetőség. Ez a bizonyos fordítós játék, aminél a kupakok nagyon jól működnek, hogy most így ilyen kosárkaként teszem le, vagy fordítva, és most akkor maradjunk annyiba, hogy a zöld tetejűek lesznek azok, amikor így van a kupak, a fehérek pedig fölfelé, a játék mindössze annyi, hogy felváltva fognak a gyerekek valamit csinálni, és mi a teendő? Az a teendő, hogy hozzányúlok valamelyik fehér kupakhoz, és onnantól kezdve arra felé mindenkit megfordítok, és az nyer, akinek minden zöld lesz. Na most ezt a játékot csak addig lehet játszani, amíg valaki rá nem jön a megoldásra, de addig nagyon jó. És talán, hogyha most valaki azt mondja, hogy nem ismerte ezt a játékot, és nem akarja tudni a megoldást, akkor fogja be a fülét, tehát hogy tényleg csak annyi, hogy már a kiindulás pillanatában eldőlt, hogy ki fog nyerni. Mert hogy az egyszerű fehér ott a végén, az folyamatosan pörög. Fordul. Tehát, hogyha most én következek, én kezdek, akkor már biztos lehetek, hogy én nyerni fogok, mert bármihez nyúlok. Egyetlen egy dolog van, amin már a csoportokban csak a legjobbak szoktak elgondolkodni, hogy vajon miért van vége a játéknak. Tehát, hogy miért nem lehet kihúzni döntetlenre, hogy a végtelenségig forgatgatjuk. Ez nyilvánvalóan egy teljesen normál csoportban, nem gondolom, hogy ezt mindenkinek meg kell válaszolni, azért mindig lesznek olyanok, egy-kettő, aki ezen is el tud kezdeni gondolkodni, és be tudja bizonyítani, hogy ez bizony vége lesz ennek a... Akár kettes számrendszerre gondolunk, és ezeket számjegyeknek tekintjük már, akkor is egy jó kapcsolódási pont, és akkor be tudjuk fejezni a gondolatot. Jó, tehát itt csak megmutattam, hogy akkor egy fordítás, és most jön a következő, és hozzányúlhat egy fehérhez. Az Árpád gimnáziumban évtizedes hagyománya van annak, hogy nem csak annyi, hogy a emléktáblán is kint van, ilyen mondat, hanem úgy egyáltalán a játékoknak rendszeresen minden héten van játékszakkör és játékverseny. Jó, hát persze most ezt megpróbálok kifütyülni, hogy könnyű nekünk, mert ott van pár méterre tűnünk a játékkártya forgalmazó, és akkor az egy jó kapcsolat is, de ez valóban egy olyan mag alakul ki az iskolában, tanárok és diákok számára is, akik szeretik ezeket a játékokat, és ebben a környezetben például én is ihletet kaptam, tehát vannak saját játékaim, gyártók kerestetik. Gyerekek szerint olyan gyerekek is, akiket nem tanítok, azért neki semmi érdekük ahhoz, hogy ezt kijelentsék, szerintük jó játék, tehát itt a hadszögek, a tábla alakja is változik, és a kupakoknak a le vagy fölfelé állása is fontos lesz. És az elnevezés, hát én ezt eredetileg kis hengerekkel álmodtam meg, és a hengerek egyik karikáján van egy pont. És az utolsó lépésnél fontos, hogy ez a pont fölülre kerüljön. Tehát dupla fontossága van a játék nevének, hogy pontos lépésre van szükség a játék végén. De hát ez talán majd egy másik előadásra részletezünk. Azért mondom, hogy ez egy kicsit most már hosszabb, tehát csak fölvillantottam, hogy hát legközelebb is még. Viszont, amit most mutatok,
Ezt az első mondatom már mutatja, hogy teljesen meg vagyok lepve. Nincs annyi, de ma órát sem tudtam tartani, egész nap daraboltam. Két nem egyformát kell, szerintem egy olyan 3-3 darab jut egy-egy asztalra, és akkor ezt ajándékba el lehet vinni. Két nem egyformát kellene levenni és továbbadni, és már is mutatom, hogy mi a játék. A tankönyvben úgy jelenik meg, a négyzetrács sokat segít, hogyha valakinek nem jut, akkor szerintem a négyzetrácson elég gyorsan le lehet másolni ezeket a formákat. Valahol ott tartunk a tankönyvben, hogy tengelyes tükrözés, tengelyes szimetria, középpontos tükrözés, középpontos szimetria. A kirakós játék roppant egyszerű, mert kettő elemből áll. Tehát azért a két darabos puzzle az nem olyan bonyolult. Kettő elemből áll, és akkor természetesen világos, hogyha valaki már ismeri, akkor ne lője le a poént, de az első két kérdés az nagyon ártatlan, a két egyforma, a két teljesen egybevágóból, ezek össze-vissza forgathatók, tehát egyáltalán mind a két oldal ugyanolyan színű, tehát akárhogyan egymás mellé rakhatom, alakítsunk ki középpontosan vagy tengelyesen szimmetrikus alakzatot, ez menni fog, szerintem. Viszont ugyanez az ábra, hogyan lehet az első és a harmadik síkidomot egymáshoz illeszteni, úgy, hogy tengelyesen szimmetrikus alakzatot kapjunk. És itt nagyon oda kell figyelni, mert hirtelen nagyon sok jó ötlet szokott születni, idézőjelvetében jó ötlet, de nézzük meg alaposan az ábrát. A zöldnek az a kis legrövidebb ferde oldala, az nem egyenlő a másik oldalon lévő sokszögnek a legrövidebb oldalában, hiszen az egyik két egység, a másik pedig szemmel alig látható, ha a négyzetrácsot látjuk, akkor fogjuk tudni, hogy az nem egyenlő. Tehát az, amit úgy nagyon adódna az összerakásnál, az úgy nem fog működni. És semmi trükk nincs benne, ez egy síkidom volt, és ollóval én egy nyisszantással ketté vágtam. Tehát a két szélsőt egy tengelyesen szimmetrikus alakzattal kell összeilleszteni. Nem csúcsban, hanem igaziból vágtam egy darabon. Ez az egyik feladványom. Ha valaki már nagyon megörcsölt tőle és nem ismerte, akkor szerintem valamilyen előhetőséget meg fog találni engem, és akkor talán segítek a fájdalmán. Viszont az utolsó, amit még szeretnék mutatni, ez is nagyon friss. Nyáron fölmentem a Várga mesterségek ünnepére, és ott láttam, de nem ilyen állapotban, fa játékokat, és itt is, hogyha valaki ismeri, akkor ne lője le a poént, aki nem ismeri, annak szerintem nagyon jó. Mondjuk ez egy érdekes dolog lenne megkérdezni, hogy hány ember ismeri. Ez is két darabból álló kirakós játék, kettő darab. Két teljesen egybevágó. Ráadásul, amikor én ott álltam, akkor ez össze volt illesztve, és hát ennyire, tehát hogy most én a képen mutatom, ennyire egyszerűen össze lehet rakni. Tehát ezzel a mozdulattal így összecsusszam, és kész. És most ez nem úgy gondolja, hogy ajándék, nem, ezt kérem vissza. Kettő darabot így összeraktam, tessék szétvenni. Szeptember 2-án minden létező csoportomban az ő szemük láttára, ahogy a most a vetítésnél látszott, így összeraktam. Azóta az Árpád gimnáziumban még 10 alatt van azoknak a gyerekeknek a száma, aki szét tudja szedni. Semmi nem történt. És megmondtam mindenkit, hogy ez nem gordiuszi csomó, tehát nem fejsze, fűrész és így tovább, hanem valami ugyanilyen finom mozdulattal szeretném, hogy szétszedjék. Van olyan kislány, aki az fontos, hogy egyszerre nem tudom adni mindenkinek. A gyerekeknél is így van. Látták, és azt mondtam, hogy te figyelj, lehet, hogy nem mindenki lesz pénzügyes, lehet, hogy valaki műszak is lesz. Tehát, hogy próbáld meg elképzelni, hogy eredetileg láttad a két darabot, hogyan csinálnál egyet, hogyan készítenél, hogy így összecuppan, és úgy marad. Nem volt ragasztó. Viszont bármikor odajöhet és megnézheti. És igen, az nagyon fontos, ami ott történik, hogy megtapogathatjuk, megnézhetjük, és zörög. Tehát, hogy szükségünk van a hallókészülete, tehát hogy a hallásra is, tehát hogy érezzük, hogy van benne valami.
Én itt ünnepélyesen ennyi ember előtt elmesélem, és az utolsó gondolat, hogy én körülbelül fél hétre értem haza, ott egy idős bácsi, aki ült és fiatal emberek ágosították és mutattak több játékokat, és azt mondta a bácsom a hátulról, hogy ha megveszi, akkor mondjátok meg a megoldást. Mondtam, hogy Isten őriz, hát akkor mondta megütne a kapcsolatokat. Itt szenvedek már fél órája, jó lehet, hogy csak 20 perce. Nem. És mondtam, hogy egyébként is, hogy nem csak kísérlet, ezek gyorsan, én ki is fizettem kettőt, vagy azért kettőt elviszik, de megbántam, hogy jó, drága volt, de azért szerintem többre is szükség lett volna. És miután kifizettem és elindultam volna, akkor ez az idős bácsi azt mondta, hogy azért egy cédulára írjátok rá a megoldást. És én bevallom őszintén, hogy éjszaka fél háromig megállás nélkül. Már műszaki rajzot tudtam róla készíteni, hogy nézett ki a belseje, és még mindig nem jött szét. És fél háromkor megnéztem a cédulát, tehát én feladtam. Tehát, hogy fél héttől megállás nélkül. Na de most ez lehet, hogy az én ügyetlenségem, és lehet, hogy valaki pár perc alatt megmondja. Én nekem ez a gondolat nem volt meg, ami kellene hozzá, és a bosszantó az, hogy a cédulán egyetlen egy szó volt. Egy. És ezek után szétszedtem. Köszönöm szépen a figyelmet.